A műsor támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója a cégek és a munkavállalók közös partnere az UniCredit Bank. Egy struktúra, amelyben egy vagy több vezető irányítása mellett a dolgozók nap-nap után végzik feladataikat. Így lehetne röviden definiálni a munka fogalmát. De most játszunk el egy gondolattal, hogy valami távoli világban a munkavállalók is beleszólnak a folyamatokba, és személyesen érdekeltek minden egyes munkafolyamatban. Nos, mit szólnának hozzá, ha azt mondanám, hogy ez az utópia nem is annyira elképzelhetetlen? A Herendi porcelánmanufaktúra már a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált, hogyha a nyereséges működést, az exportpiacok számát, amely mintegy 50 országra kiterjedő kereskedelmi kapcsolatot jelent, vagy éppen a munkavállalók számát tekintjük, mintegy 850 munkavállaló dolgozik a manufaktúra falai között, akkor bátran állíthatjuk, hogy ma Herend a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt is hangsúlyozni, hogy mi nem gyár vagyunk, hanem manufaktúra, és ezért nem is véletlen, hogy nevünkben a porcelán manufaktúra szó szerepel. Mind a mai napig a Herendi porcelánmanufaktúrában kézi technológiával, ősi metódusok szerint állítjuk elő porcelánjainkat. Nagyon lényeges, hogy a Herendi porcelánmanufaktúra sikerei azok a 19. századra nyúlnak vissza, amikor Fischer Mohr tevékenysége révén világkiállítási sikerek során keresztül a manufaktúra a világ minden pontján ismert és elismert márka lett. Ezek között a kiállítások között talán a legfontosabb az 1851-es londoni világkiállítás, amikor Viktória királynő a Windsori kastélya számára egy egész herendi készletet rendelt, és mind a mai napig ennek az emlékére ezt a mintánkat Viktória mintának nevezzük. De a világkiállítások sora folytatódott Bécsben, Párizsban, vagy éppen Szentpéterváron, és a Herendi manufaktúra mindenhol nagyon szép sikereket ért el. A Herendi porcelán ma a kényeztetés, a luxus és az elegancia szimbóluma, az egyediség hordozója és minden lakott kontinens ismert és elismert márkája. Büszkék vagyunk arra, hogy a Herendi porcelánmanufaktúra a magyar örökség része már 2002 óta. Büszkék vagyunk arra, hogy a Herendi porcelán a Comité Colbert Francia Luxusipari Szövetség tagjává lépett elő, és ennek rangját, méltóságát mutatja, hogy nincs még egy magyar márka, de nincs még egy közép-kelet-európai porcelánipari cég, ami a Comité Colbertnek, ennek a luxusipari szövetségnek a tagja lenne. Büszkék vagyunk arra, hogy 2006-ban a New York-i székhelyű Luxury Institute felmérése szerint Herend volt a legismertebb porcelánmárka az Amerikai Egyesült Államok piacán, és természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2013 óta a Herendi porcelán immáron hungarikum is. Elismerése ez ennek a közösségnek, a Herendi közösségnek a munkáját dicséri, és egyúttal elismerése annak a márkaépítési politikának, amelyet a társaság most már évek óta kiválóan tud végezni. Ha megnézzük a termékválasztékunk nagyságát, akkor tudhatjuk, hogy 16 ezer fehér formával rendelkezik a társaság, és 4 ezer különböző festett mintával. Ha ezt összeszorozzuk, akkor egy hatalmas számot kapunk, 64 millió különböző termékkel rendelkezik a manufaktúra. És hogyha a statisztikákat nézzük, akkor évente mintegy 300-400 új termék születik itt a manufaktúra falai között. Mondhatjuk azt is, hogy minden nap egy új termékkel bővül ez a hatalmas termékválaszték. Gondolom sejtik, hogy nem pusztán a szép porcelánok miatt látogattunk Herendre. Ez az a cég, ahol a munkavállalók 75%-ban tulajdonosok is. Ízlelgessék csak egy kicsit a szót, tulajdonosok.
Nagyon sok múlik azon, hogy a társaság vezetése és a társaság különböző döntéshozó fórumain elhelyezkedő kollégák azonosuljanak a munkavállalói tulajdonlás eszméjével. Itt Herenden minden egyes kolléga elkötelezett abban, hogy a munkavállalói tulajdonlás az egy érték, amely értéket hosszú távon fent kell tartani. És hogyha a különböző döntéshozó fórumokon minden egyes kolléga a munkavállalói tulajdonlás elkötelezettje, akkor ebből okszerűen következik, hogy folyamatosan megszületnek azok a kompromisszumok, konszenzuson alapuló kompromisszumok, amelyek biztosítják, hogy a tulajdonosi érdekek és a munkavállalói érdekek összhangban legyenek egymással. És mit jelent a több szempontból rendkívüli Herendinél dolgozni? 1977-ben végeztem a Magyar Iparművészeti Egyetemen, itt diplomáztam Herenden, és itt a termékfejlesztési területen dolgozom, mint iparművész tervező, ebben a műteremben, az úgynevezett művészházban, ahol gyakorlatilag az első darabok készülnek. Két feladatköröm van, az egyik a saját fejlesztésű, innovatív, gyakorlatilag stílusteremtő szándékkal készült munkáknak a kollekciója, fejlesztése, illetve a vevők által igényelt konkrét kereskedelmi igényű szobrok, tárgyak, dísztárgyaknak az elkészítése. Igazából, ami engem megmozgatott Herendben, az anyagnak a fantasztikus tisztasága, a technológiának az igen magas foka, és az itt dolgozó kollégáknak, szakembergárdának a rendkívüli felkészültsége. Ezzel gyakorlatilag minden elkészíthető, ami a világon a csúcs minőségű luxus porcelán világában elképzelhető. És ezért vagyok itt gyakorlatilag ilyen régóta ebben a műteremben. Kíváncsi voltam, hogy maguk a munkavállalók hogyan értékelik ezt a különleges struktúrát. Látszik az összes műhelynek a tisztaságán, az emberek nagyon gondosan ügyelnek minden területen, hogy a herendi minőség a hétköznapok szintjén is, a munkahelyeknek az atmoszférájában is megjelenjen, és amerre járunk egyébként, én is tapasztalom nap mint nap, bármelyik műhelyben megy, kézzel fogható, hogy az emberek szeretettel végzik a munkájukat, egymás iránt is nagy a megbecsülés. Mindenki nagyon gondoskodik a saját területén, kezdve az első fázistól már a kereskedőknek a megrendelésein, illetve az üzletkötőktől egészen az export csomagolásig, és a többi közte lévő folyamatik, az összes kollégám nagyon nagy szakértelme és nagyon nagy szeretettel végzi a munkát. Mivel Herenden egy egészen ritka munka folyik, ami a világon most már gyakorlatilag csak néhány helyen, ezért nagyon nagy érdeke az itt dolgozóknak, hogy ezt a különleges munka stílust, illetve amit ők megtanultak évtizedek alatt, ezt ne veszítsék el, és nagyon gondosan ügyelnek a manufaktúra belső békéjére, és arra, hogy a piacainkat megtartsuk, és egyáltalán a nimbuszunk az folyamatosan emelkedjen. Amellett persze, hogy a munkamorál valószínűleg fényévekre van a megszokottól, nem mellesleg olyan biztonságot is teremt a cég, amelyikről az ország jelentős részében csak álmodnak a munkavállalók. Mutatja az elmúlt évek sikere is, hogy gyakorlatilag egy a környező országokat sújtó gazdasági válság, világválság ellenére, és ami különösen a porcelánipart sújtotta, ennek ellenére mi talpon tudtunk maradni, sőt, fejlesztettük piacainkat, és még inkább növeltük az eladásainkat és a bevételeinket, ami ennek a tulajdonosi és részvényesi struktúrának köszönhető elsősorban szerintem. Most valószínűleg sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogy ha Herenden ez a struktúra ennyire sikeres, akkor az összes többi cégnél miért nem alkalmazzák?
éppen 20 éve nagyjából annak a évfordulója, hogy elfogadták Magyarországon a munkavállalói részvény tulajdonosi programot. Ez teremtette meg a jogi hátteret a szervezet dolgozói tulajdonszerzésnek a rendszerváltást követően. És annak idején Herend úttörő szerepet játszott, hiszen a különböző körülmények összejátszása folytán itt jött létre az egyik első többségi dolgozói tulajdonba kerülő vállalat. Éppen visszatekintve találtam arra adatot, hogy milyen jelentős szerepet játszott, sajnos úgy tűnik csak átmenetileg a dolgozói tulajdonszerzés a 20 évvel ezelőtti privatizáció során kb. 30 milliárd forint értékű vagyont került át annak idején a dolgozói tulajdonba, és több mint 300 cég vett részt a dolgozói tulajdonnal kombinált privatizációban. Ami a szomorú, hogy ezek közül a vállalatok közül ma már csak mutatóba maradt néhány. Ennek összetett okai lehettek, nagyon fontos szerepet játszhattak objektív gazdasági körülmények. Azok a vállalkozások, amelyeket 20 éve privatizáltak, egy nagyon instabil, változó piaci környezetbe kerültek a rendszerváltás után, hiszen Magyarország korábban döntően a keleti KGST piacokra eladó ország volt, és az import nagy része is onnan származott. Ezek a piacok teljes egészében összeomlottak, tehát itt nem egyszerűen tulajdonos váltás következett be, nem csak az állami tulajdon leépítése következett be. Aztán volt kulturális oka is, a vezetés hozzáállásából adódó okok is közrejátszottak a kudarcba. Sok vezető csak kihasználandó eszköznek tekintette a dolgozók tulajdonszerzését, arra használta fel a dolgozói kedvezményeket, hogy utána olcsón kivásárolja a dolgozók tulajdonát, és egy vezető kezébe koncentrált tulajdont hozzon létre, amelyet nagyon sok esetben külföldi befektetőknek adtak tovább jelentős haszonnal. Tehát volt egy olyan ok is, hogy az akkori menedzsment rövid távú haszonszerzésre használta föl ezeket az eszközöket. És így fordult elő az, hogy vagy csődbe mentek ezek közül a vállalatok közül is sokan, vagy pedig a vezetők kezébe került át a vagyon. Mindez pedig azért különösen drámai, mert például Angliában mindennek már történelmi hagyományai vannak. Egy nagyon jó konstrukciót találtak ki, ahol a tulajdonosi jogokat a menedzsment és a dolgozók képviselői közösen gyakorolják. De nagyon gyakran ellenérték nélkül történt ez a tulajdon átruházás. Van arra mód, hogy ellenérték fejében is átadjanak tulajdon, például részletfizetéssel a dolgozók számára. Ilyen esetben adókedvezményekkel támogatják a tulajdonszerzést. És amit még szeretnék kiemelni, hogy igen izgalmas statisztikákat is láttunk, például kiderült, hogy a válság éveiben, tehát 2008 és 2010 között a többségi dolgozói tulajdonban álló cégeknél, és kb. 300 ilyen van Angliában, nőtt a foglalkoztatás és nem csökkent. Szemben a egyéb cégeknél, ahol gyakran 5-10%-os létszámleépítés is történt. Tehát ezek a vállalatok megőrizték a foglalkoztatást. Még egy érdekes adat, ami jelzi a súlyukat. Jelenleg az Angliában előállított gazdasági teljesítmény kb. 3%-át állítják elő a többségi dolgozói tulajdonú cégek, és a brit kormánynak van egy olyan programja, hogy 2020-ra ezt a 3%-ot 10%-os arányúra akarja növelni, tehát meg akarja háromszorozni, több mint háromszorosára akarja emelni, és éppen azért, mert hisz azoknak a statisztikáknak, amelyek szerint a gazdasági hatékonyságot is javítják ezek a vállalkozások, és van egy másik makrogazdasági következménye, hogy a dolgozói tulajdonosok által realizált jövedelem helyben marad.
ez az állapot most talán valamiképpen változni látszik. Alapvetően két jogi konstrukció van, amiből eddig egy állt rendelkezésre a munkavállaló tulajdonszerzés szempontjából, ez az úgynevezett MRP, tehát a munkavállaló résztulajdonosi program, ami az 1990-es évek elején a privatizáció időszakában indult. Azt tudni kell, hogy az akkori gazdasági és társadalmi környezetben ez nem tudta a hozzáfűzött reményeket beváltani. Ennél fogva a most hatályban lévő 1992-es törvény alkalmazhatósága erősen kérdőjeles. Azoknak a társaságoknak a tekintetében, amelyek sikeresen tudták ezt alkalmazni, ugye a Herendi Porcelán ZRT tekintetében, ez továbbra is biztosítja a működést. Ettől függetlenül viszont mindenképpen szükség van egy új koncepció kidolgozására, ami majd a jövőben ezzel a konstrukcióval élni szerető társaságok számára lehetőséget biztosít arra, hogy be tudják vezetni. Tehát egyfelől megkezdődött annak a konstrukciónak vagy jogi szabályozásnak a kidolgozása, ami lehetőséget biztosít majd a jövőben gazdasági társaságok részére. Ez az egyik oldala a dolgoknak. Itt még egyébként fontos megjegyezni azt, hogy a már működő MRP szervezetek tekintetében fontos lenne átgondolni vagy újra gondolni az adójogi szabályokat, az adójogi környezetet olyan módon módosítani, hogy a dolgozók tulajdonszerzését megkönnyítsék a társaságok számára. Így például a dolgozók részvényszerzésének a támogatását ne adóztassák meg, hanem ahhoz adókedvezményt nyújtsanak. Ezáltal is ösztönöző a cégeket, hogy a dolgozók tulajdonhoz jussanak. Másfelől pedig, ami teljesen új jogi intézmény, amit az új polgári törvénykönyv, ami idén március 15-én fog hatályba lépni, tartalmaz egy új jogi intézményt, az úgynevezett bizalmi vagyonkezelés, ami a kontinentális jog számára, ugye a magyar jog számára is teljesen testidegen. Ez alapvetően az angol száz jogrendszerekben, különösen Angliában és az Egyesült Államokban egy jól működő jogi konstrukció. Az ereje abban rejlik, hogy rendkívül rugalmas, nagyon sok elsősorban gazdasági életben alkalmazható területre húzható rá, de ezen túlmenően például öröklési jogi kérdéseket is meg lehet vele oldani. Kíváncsi voltam, hogy mennyire lenne bonyolult nálunk is szélesebb körben elterjeszteni a gyakorlatot. A bizalmi vagyonkezelés lényege abban áll, három szereplős jogviszonyról beszélünk, hogy van egy vagyonrendelő, aki egy meghatározott vagyontömeget a vagyonkezelő kezelésébe ad át, és a vagyonkezelő a kedvezményezett, a harmadik szereplő javára és hasznára hasznosítja ezt a vagyontömeget. Ez a munkavállalói oldalról úgy közelíthető meg, és Angliában, ahogy Lajtai úr az előbb említette, többek között úgy valósítható meg, hogy a társaság tulajdonosa a saját részesedését, vagyonát egy bizalmi vagyonkezelőre ruházza át, és a bizalmi vagyonkezelő ezt a vagyontömeget, vagy ebből a vagyontömegből, ami szinte nyerességet termel, amennyiben a társaság is nyereséget termel, a kedvezményezetti kör, tehát a munkavállalók részére például a bérek arányában kifizetéseket eszközöl. Fontos előnye a jogintézménynek, hogy a kedvezményezetteket nem személy szerint lehet csak meghatározni, tehát egy-egy emberre vagy személyre meghatározottan, hanem akár kedvezményezettek körét is meg lehet általánosan határozni, tehát például egy adott társaságnál a mindenkori munkavállalók közösségét is meg lehet így jelölni. A technikai lebonyolítás tehát nem tűnik túl bonyolultnak. A kérdés már csak az, hogy kik a célszemélyek, az egészen aprócska vállalkozások, vagy esetleg a tekintélyesnek számító vállalatok is.
Törvény indokolásában mind a PTK indokolásában, illetőleg a készülő bizalmi vagyonkezelési törvény indokolásában is elsősorban a gazdasági élet oldalán a KKV-k vannak meghatározva célcsoportként, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy nagyvállalatok is valamilyen formában felhasználják ezt a jogintézményt. Magyarország egyik leghíresebb manufaktúrájának és legnépszerűbb szakszervezetének hosszú időre visszatekintő kapcsolata van, mindez pedig nem véletlen. Munkástáncsok alakulásánál játszott fontos szerepet a Herendi Porcelángyár, Herendi Porcelán Manufaktúra. Ezt mint egy laboratóriumát tekintettük helyszínileg annak a programnak, amit kitűztünk az alakulásunkkor a rendszerváltás idején, hogy a munkavállalók is részesüljenek az állami tulajdonból. Annak lebontásánál ne csak külföldi befektetők, hazai potentáltak, hanem munkavállalók szélesebb köre is jelen lehessen. Ennek az indoka pedig az volt, hogy meggyőződésünk szerint a tulajdonlás az egy nagyon fontos gazdasági tényező, aki a tulajdonnal rendelkezik, az rendelkezik a tulajdon a jószág hasznaival, az rendelkezik a működése fölött, és tulajdonképpen nem csak bérmunkásként van jelen a gazdaságban, hanem tőke tulajdonosként is a tulajdonosi hasznokat is tudja ezáltal szedni. De térjünk vissza magára a programra. Magyarországon pedig azt gondoljuk, hogy most, amikor egy meghirdetett gazdaságpolitikai cél a jelenlegi kormány által a nemzeti tulajdon arányának növelése, a nemzeti tulajdonlásnak nyilvánvaló elsősorban az állam lehet a szereplője, illetve alanya, de azt gondoljuk, hogy a munkavállalók körében ilyen módon biztosított lehetőség a munkavállalói tulajdonosi programok, résztulajdonosi programok, munkavállalói pénzügyi tulajdonosi részvétel az erősítheti ezt a fajta tulajdonlási formát. Ennek az előnyei pedig vitathatatlanok, mégpedig oly módon, hogy a cégek által, a vállalkozások, a szervezetek által megtermelt tulajdonosi jövedelmek itt maradnak az országban, azokból részesülnek a munkát végző munkavállalók is, és így nem csak, mint az imént is mondtam, ugye nem csak bérmunkából szerzett jövedelmekkel rendelkeznek, hanem tulajdonosi pozícióból szerzett tőkejövedelmek is rendelkezésükre állnak, és itt is csak ugyanaz a verzió, hogy az érdekeltség munkavégzésben, munkaszervezésben, foglalkoztatás biztonságában is ez egy jelentős tényező, és azt gondoljuk, hogy most ebben a helyzetben a gazdasági pénzügyi válságot követően át kell gondolni a politikának is, a gazdaság irányításának is, hogy milyen olyan struktúrák jöhetnek létre tulajdonosi szempontból is, amelyek a gazdaságot, a magyar gazdaság talpraállását, annak stabil működését, a foglalkoztatás stabilitását és hosszú távú fenntarthatóságát valamilyen eszközökkel biztosíthatják. Azt gondoljuk, hogy ez is egy ilyen dolgozói tulajdonlás és egy ilyen eszköz lehet. És hát ha a széles körben a munkavállalók érdekeltek abban, hogy a vállalkozás talpon maradhasson, piacképes legyen, versenyképes legyen, akkor meg tudják hozni azokat az áldozatokat, ami adott esetben ahhoz kell, hogy ez a talpraállás megtörténjen, és onnantól kezdve profit, ha keletkezik, akkor azon osztozkodhatnak. A munkavállalói tulajdon amellett, hogy jelentősebb bevételi forrást és biztonságot jelent, más nem csak a munkavállalókra vonatkozó előnyökkel is jár. És ez mind sikerül, akkor nyilván a politika is elégedett lehet, hisz elégedett állampolgárok, elégedett gazdasági szereplők irányítása vagy támogatottsága mellett végezheti a munkáját, és folyamatosan igyekszünk napirenden tartani ezt a kérdést, mert meggyőződésünk, hogy ebből előnye származik minden társadalmi szereplőnek, és abban bízunk, hogy előbb-utóbb, amint jeleztük is, hogy ez a fajta gazdaságpolitikai elképzelés nyert eret, hogy nemzeti tulajdonnak az arányát növelni a hazai termelő vállalkozások körében, itt ebben a helyzetben, ha nemzeti tulajdonról beszélünk, nemzeti tulajdonosok között a magyar munkavállalókat is, azok széles rétegeit is értjük, és azt gondoljuk, hogy egyébként meg technikailag, gazdasági, jogi és közgazdasági elméleti szempontból nincs akadály az imént fejtegetettek alapján, hogy akár állami tulajdonban lévő közszolgáltató cégeknek a tulajdonosai között is megjelenjenek, ha nem is nyilván 100%-ban, de egy meghatározó kisebbségi tulajdon paketet el tudunk képzelni akár közszolgáltató volántársaságoknál, olyan önkormányzati tevékenységben, amit az imént is vázoltam, ugye szociális területeken, társadalmi igényeket kielégítő új foglalkozási körökre alapított vállalatokat is el tudunk képzelni az Európai Unió foglalkoztatási stratégiában, ez abszolút
nyitott pálya, és azt gondolom, hogy ezekkel az ötletekkel, javaslatokkal, ha bombázzuk a döntéshozókat, akkor előbb-utóbb azért meghallgatatásra kerülnek ezek a szándékok, ezek az igények. A műsor támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója, a cégek és a munkavállalók közös partnere az UniCredit Bank.